Új vasúti hidat avattak föl, amely összeköti Oroszországot a Krimmel. Maga Vlagyimir Putyin elnök adta meg az esemény súlyát, ugyanis személyesen utazott a szárazföldről induló első szerelvényen. A mozdonyvezető mellől szemlélte a történelmi áthaladást a Moszkva által 2014-ben annektált félszigetre. A dolog súlyát jelzi a Kreml szóvívőjének kommentárja. Ez az idei év eseménye Oroszország számára, mondta. Ha már a vonaton utazott, Putyin elnök benézett az étkező kocsiba is, ahol rövid ideig kedélyesen elbeszélgetett az emberekkel. A tenger fölött átívelő több mint 19 kilométeres építmény összköltsége meghaladta a 3 millió eurót. A munkát még 2015-ben kezdték el. Ukrajna több nemzetközi fórumon is tiltakozott a hatalmas híd megépítése ellen.